következő 25 percben összefoglalót láthatnak a Pozsi programban résztvevő fiatal tehetséges gyerekek összejöveteléről. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megye igazgatóság szervezésében a megye több városában rendeztek ilyen tehetségkutató összejöveteleket, amelyen az U7, U9, U11 éveseknél kategóriánként a labdarúgó sportágban mutathatják meg, hogy már ebben a korban ki mire képes. Általában a nézőközönséget a gyerekek szülei, az egyesületek képviselői és a rendező szervek megbízott felelősei alkotják. Az U13 éves korosztálynak ebben az évadban torna jelleggel 6-6 alkalommal rendeztek versenyeket, amelyen a körzet megyei első, második, harmadik osztályában szereplő csapatainak az U13 éves gyermekei mérkőznek minden alkalommal körmérkőzés formában úgy, hogy minden játékosnak minimum 80 percet a pályán kell töltenie, de erről majd egy későbbi adásunkban számolunk be. Most a mérsztályításunkban a kicsik ügyeskedését nézhetik meg, az U7, U9 és az U11 évesek labdabűveletéről szóló előadásban. A most látható felvételeket 2013. november 10-én Felcsúton a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia területén a jelenleg épülő gyönyörű stadion háta mögött lévő első osztályú edzőpályákon és gyakorlópályákon rendezték meg. Ezek a pályák jelenleg az ország legjobb pályái közé tartoznak. Az előzőekben felsorolt korosztályokban 2013 őszén valamennyi Pozsi programot itt rendezték. A rendezők minden alkalommal megadják a módját a megnyitó és a záróprogram ünnepés mi voltának. Az alközpont főszervezője Földes Gábor mellett a csoportok felkészítő szakemberei és a szülők közül kiválasztott társadalmi aktivák segítik a csoportoknál a munkát, végrehajtott feladatok végrehajtását és azok megvalósulását. A 7 éveseknél ügyességi feladatok, kiskapuzás, szlalomlabdavezetésből kapuralövés és egy kisfogó verseny szerepel a műsorban. Az U11 évesek mérkőzéséből láthatunk felvételeket, sárgában a felcsút, zöldben a Bicskei játékosai szerepeltek 5+1+ létszáma. A 7 éves gyerekek ügyeskedését figyelhetjük és követhetjük nyomon a következő pár percben. Majd következik az U9 évesek mérkőzésére készült összeállításunk. Amíg nézik a gyerekek ügyeskedését, engedjék meg, hogy egy pár szóban ismertessem a szervezési előírásokat. Törekedni kell a folyamatos játék feltételének megteremtésére, ezért lehetőségek szerint maximális számú pályát kell kialakítani, úgy, hogy a pályák között elegendő hely legyen. A körzetvezetőnek el kell készíteni a fesztivál torna forgatókönyvét, időrendjét, pályabeosztását, és láthatóvá kell tenni a gyerekek és nézők számára mindezt. A körzetvezetőnek fel kell készülni, hogy előre nem látható események következhetnek be, például késik egy csapat, vagy lemondják a rendezvényt az utolsó pillanatban. Ezt rugalmasan kell kezelni a helyszínen. Ha minimálisan 2 egyesült csapata megjelenik a tornán, akkor játszani kell rövid szünettel oda-visszavágó formában. A körzeti fesztiválokat, tornákat a körzetvezető nyitja meg röviden, majd a torna végén ünnepélyes díjátadást végez. A fesztivál torna szervezője motiválja a gyerek labdarúgókat a felszabadult játékra. Néhány rendezői levonyítás és előírás. A rendező köteles jó minőségű MLS által adott évadra hitelesített füves vagy műfüves labdarúgó pályát biztosítani. A pályákat és az öltözőket 30 perc az első mérkőzést megelőzően teljes mértékben előkészíteni kell a korosztály csapatok részére. Törekedni kell a folyamatos játék feltételének megteremtésére, ezért a lehetőségek szerint maximális számú pályát kell kialakítani úgy, hogy a pályák között megfelelő és elegendő hely legyen. A most látható fesztivál torna lebonyolításáról. A fesztiválok alkalmával részvevő gyerekek számától függően minimálisan 4-6, de akár ennél több játékterület alakítható ki. A kialakított játékterületek minimális felén 3 hellen elleni játék zajlik, 15x20 méteres játéktéren. A többi játékterületen a fesztivál szervezője az 5-7 éves korosztály életkori sajátosságainak minden tekintetben megfelelő játékokat, ügyességi feladatokat szervez.
A fesztivál során nincs tartékjátékos, minden odaérkező 5-7 éves gyermek folyamatosan részt vesz a játékban. A csoportok elosztása véletlenszerű. A játékkal eltöltött idő 40 perc. A játékterületek között váltások és az ezzel együtt járó szünetek 3-4 percig tartanak. A körzeti tornák alkalmával csapatok minimálisan 3, maximálisan 5 mérkőzés játszanak a versenykárban szereplő játékidővel. Figyelembe kell venni azt, hogy a torna folyamán az összes játékkal töltött idő nem lehet több, mint 8-9 éveseknél 60 perc, az U10 és 11 éves korosztályban pedig 80 perc. Az U8 és 9 korosztályokban egyáltalán nincsen játékvezető, egy-két szülő felügyeli a játékot. U10-11 éves korosztályban vagy nincsenek, vagy alakuló játékvezető tanfolyamot végzett, ifjúsági korúan 16-19 éves játékosok figyelik a pályán zajló eseményeket, pályafelügyelőként játékterem kívülről. Tornaszervezési erőírások meg a gondolatban közvetvezetőnek és a csapatvezetőnek biztosítaniuk kell a tornán résztvevő valamennyi gyermeket, de minimálisan a teljes játékidő 50%-át pályán tartsa. Ha egy csapat több játékost szeretne szerepeltetni, mint a csapatlétszám, akkor legyen lehetőség második csapatot is indítani annak az egyesületnek. Akár a vegyes csapatok kialakítása is lehetséges több egyesület játékosaiból. Azokon a tornákon, ahol 4-5 mérkőzés játszanak a gyerekek, a mérkőzések között megfelelő pihenőidő beiktatását javasolják a szervezők. A játék valamennyi pályán egyszerre kezdődik a tornaszervező sípjelére. Azonos korosztályok mérkőzései végig egy időben zajlanak. A játék a gyerekeké, nem a felnőtteké. A mérkőzések ideje alatt csak a játékosok, pályafelügyelők, az edzők és a tornaszervezők tartózkodhatnak. Mindenki más a lelátóról, illetve a korláton kívülről figyeli a gyerekek játékát. Végül a fesztivál torna lezárásáról röviden. A fesztivált a mérkőzéseket követően röviden értékelik a szervezők a gyerekeket, kiemelik a legszebb gólokat, cseleket, szereléseket, és biztatják a gyereklabdarúgókat a további gyakorlásra. A fesztivál torna eseményeinek hiánytalan regisztrálását 48 órán belül beküldik az mls.hu oldalra. Minden gyerek kap egy kis apró ajándékot a lelkes játékáért, néhány jó egyéni teljesítményt jutalmaznak külön ajándékkal és bozsikok levéllel. Na kérem, ennyi volt a 6-7 évesek fesztiváljáról készült összeállításunk, és most következzen az U8 és 9 évesek korosztályának a focia, hiszen itt már a 2005. január 1 és 2006. december 31 között született leányok és fiúk mérkőzését láthatjuk. Itt a pálya méret 20x40 méteres, kapu méret 3x2 méter, kézzelabda a kapu. A büntető területet 6 méterről végzik, alapon a 6 méterre, labda méret 4-es, játékidő 15 perc per mérkőzésenként, itt maximum, mint mondottam bevezetőmben, 60 perc lehet. Az összjátékidő, létszám 4 plusz 1, tehát 4-4 a mezőnyben, és 1 a kapus, játékvezető itt sincs, viszont vannak szép gólok, hiszen lehet felcsőt, bicske, mérkőzés, góljai. Torna kezdet előtt 30 perccel a csapat név szerinti nevezési lapját a közvetvezetőnek kell leadni, a kísérő, a felkészítő edzőknek, és itt is a versenyengedély és érvényes sportolós engedély megléte szükséges, ennek hiányában a játékos nem léphet pályára. A mérkőzés szabályai gól a pálya teljes területéről érvényes, les nincsen, pardobás nincs. Folyamatos támadójáték érdekében a labda lapos passzal hozható játékba, amelyből közvetlenül nem érhető el a gól, tehát oldalvonalról úgy kerül játékba a labda. Az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát. Az ellenfél játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el.
Hát ez érvényes a bedobások, illetve az oldal vonalról elvégzendő játékbahozatalnál. Az U9 évesek mérkőzéséből láthatunk részleteket. Nagyon szép volt, illetve sok nagyon szép volt láthatunk. Itt a torna két legjobb csapata mérkőzik egymással, csíkos mezben a Bicskek, kék felsőben a felcsúti csapat tagjai láthatók. És akkor még tovább a szabályokról, hiszen szögletrugás a sarokponttól történik, az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát szögleteknél. Szabálytalanságok, szabadrugást vannak maguk után, büntető területen, azaz a 6 méteres körön belül szabálytalanság esetén büntetőrugás következik, a büntetőpont a kapu közepétől számított 7 méterre van. Cserélni bármikor lehet, a cserénél a cserejátékosok kezet fognak egymással, a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető. A cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán, az oldalvonal és az oldalvonalon találkozásánál történik. Térfélcsere nincsen. Felszerelésről a játékosok gumis toplis cipőben vagy torna edzőcipőben játszhatnak. Éles toplis cipőben piros játszani. Speciális szabály még, a kapus a labdát sem a játék közben, sem a labda újbóli játékba hozatala során nem továbbíthatja közvetlenül az ellenfél tér felére. Ha ezt megteszi, akkor az ellenfél a féltávok vonaláról közvetett szabadrugással folytatja a játékot. Összefoglalunk, legelején láthattuk az U10-11 éves korosztály mérkőzését. Ott is hasonlóak a játékszabályok, mint itt a 8 és a 9 éveseknél, de néhány eltérés van, hiszen a 2003. január 1 és 2004. december 31 után született lányok és fiúk mérkőzhetnek az U11 éves korosztályban. Pályaméret is változik egy kicsit, hiszen 35x55 méteres pályán játszanak, kapuméret nagyobb, 5x2 méteres, büntető terület 9 méterre van az alaponaltól, labdaméret 4-es, játékidő 20 perc itten, a létszám is több, 6+1-jel játszották az eseményeken. Játékvezető itt sincsen, itt is érvényes, és érvényes versenyengedély és érvényes sportorvosi engedély szükséges. A büntető terület méretében van változás, hiszen már mondottam, büntető területen 9 méteren belül szabálytalanságok esetén büntetőrugás következik, a büntetőpont a kapu közepétől számított 9 méterre van. És amíg nézzük ezeket a szép gólokat, addig röviden még egyszer összefoglalnám, hogy itt a Bozsik program szereplő versenyszámoknál mik a szabályok, hiszen a út 6 és 7 éveseknél, ugye 3-3 ellen kapus nélkül zajlanak a küzdelmek, pályaméret 15x20 méteres, itt les nincs, büntető terület nincs külön kijelölve, a kapu mérete 2x1 méter, a mérkőzést 3-as labdával játsszák, pardobás nincs, a labda lapos passzal hozható játékba, csere folyamatos, játékidő 1x10 perc, maximum játékidő egy játékosnak 40 perc a tornán. Pályán töltött idő, nevezett játékosnak a játékidő minimum 50%-ában pályán kell lenni. Mérkőzés szám tornánként minimum 3 mérkőzés per tornát kell játszani egy csapatnak. A speciális szabály, hogy a labda újból játékba hozatala az alaponalról történik, a labdavezetéssel. Az ellenfél a pálya felé hátrahúzódva kezdi meg a labdaszerzést, tehát vissza kell mindenkinek menni a saját területére. Ezek a szabályok vannak érvényben az U6 és 7 éveseknél. Az utánpótláskorú 8 és 9 éveseknél ott már 4-4 ellen zajlik mezőnyben játék, plusz egy kapussal, tehát 4+1-el játsszák a csapatok a mérkőzéseket. 20x40 méteres játék, kérem. Les nincsen, büntető területet
6 méterre az alaponaltól bójával jelölt területét kell elvégezni. A kapu mérete 3x2, tehát itt már kézilabda méretű kapura játszanak a csapatok. A labda mérete 4-es, kardobás nincs, a labda a lapos passzal hozható játékba. Itt meg már egy újabb mérkőzés összefoglalóját tekinthetik meg. Csíkos mezben a Bicskelyek, ellenfelük a Mányi csapat. És akkor tovább mondom a szabályokat, hiszen itt egyszer 15 perc, a maximum játékidő pedig 60 perc egy tornán. A nevezett játékosnak a játékidő minimum 50%-ában itt is pályán kell lenni. Mérkőzés szám, minimum 3 mérkőzést kell játszani idét, mivel 5 csapat van, 4 mérkőzést játszanak a csapatok. A kapus a labdát sem a játék közben, sem a labda újból játékba hozatal során nem továbbíthatja a félpályán túlra, tehát itt sem szabad átlőni a labdát, a felező vonalon túlra. Közben Ágaston László tanár úr diákjai, tanítványai ontják a gólokat a Mányi kapuba, hiszen szebbnél szebb gólokkal örvendeztetik meg a nézőket. És akkor még néhány szót a U10 és a 11 évesek szabályairól, röviden összefoglalva. Itt már 6-6 ellen megy mezőnyben a játék, plusz a kapus, tehát 6+1-el játsszák a mérkőzéseket, a csapatok pályaméret. Itt a legnagyobb, hiszen 35x55 méter már. A büntető területet sem 6 méterről, hanem 9 méter az alaponaltól, a bójával kijelölt területről végzik el. A kapu itt a legnagyobb, hiszen 5x2 méteres a mérete. Labda mérete 4-es, pardobás, itt sincs pardobás, labda lapos passzal hozható játékba. Többször láthattuk, hogy oldalvonalról lapos passzal hozzák játékba labdát a gyerekek. Cserét folyamatosan lehet végrehajtani. A játékidő 1x20 perc. Egy csapat maximum játékideje 80 perc a torna során. A nevezett játékosnak a játékidő minimum 50%-ában pályán kell lennie. Mérkőzés szám tornánként, itt is elírás, hogy minimum 3 mérkőzést játszanak a csapatok. Mint már mondottam, itt az 9 éveseknél a két legjobb csapat, a Felcsút és a Bicske. Most a Bicskek támadását láthatjuk. Egy nagyon szép kapuralövés visszakerül, rabda a Bicske játékos elő. Még mindig ott van egy beadás, és még nincs bent, hiszen a Mányi a kapusa védte ezt a lövést. Egy ballábas lövés a Bicske játékos részéről, és Moharos Leo ballábas lövése utat talál a Mányi a kapujába. Így örülnek a 9 éves gyerekek a gólnak, a góloknak. Egy újabb Bicskei kapura lövés, amely picikét elkerülte a Mányi a kapuját. Itt egy újabb gól, Moharos Leo ontotta a gólokat ezen a tornán. Egy újabb Bicskei gól, Isufi Edwin részéről, ő még csak 8 éves, de nagyon ügyes, tehetséges játékos. És akkor lassan elkezdődik az ünnepélyes eredményhirdetés, hiszen, mint már mondottam, beszámolóval a torna szervezői a versenyek előtt megnyitják a versenyt, ismertetik a legfontosabb tudnivalókat, majd a torna végén ünnepélyes keretek között díjazzák a legügyesebb, legtehetségesebb és a torna legügyesebb játékosait. Nagy várakozás előzi meg a díjátadást, de természetesen kapcsoljuk majd élőben a helyszínt, a díjátadás helyszínét. Engedjék meg, hogy a tornán alkotott személyes véleményemet néhány gondolatban elmondjam. Nagyon pozitív dolog az, hogy a felszabadult szabad játékot szorgalmazzák a szervezők.
Nagy öröm volt számomra a gyerekek óratörő játéka, ügyeskedése, cselek, passzok és a töretlen harci kedv, amelyet bemutattak a csapatok. Én csak egy dolgot kifogásolok. Amennyiben nyerő típusú magyar válogatottat akarunk a jövőben, akkor én úgy gondolom, hogy már itt az alapoknál arra a gyerekeket, győztesként jöjjenek el a pályára. A vereséget mint egy rossz dolgot kell elfogadtatni velük, hát ezekben a gyerekekben benne van a győzni akarás. Minden torna végén az a kérdés hangzik el, hogy győztünk? Jogos ez a kérdés. Az eredményhirdetés előtt gratulálunk a szervezőknek, a felkészítő edzőknek, hogy ezeket az ügyes, tehetséges gyerekeket minden tornára felkészítik és gondoskodnak arról, hogy egyesületükben tovább fejlődjenek. Ehhez kívánok sikereket. Ezen a proklamelek kiosztását. U9-es korosztályba Vétesöcse csapatából ma Pöltl Brandon nyújtotta a legjobb teljesítményt. Gratulálunk! Csapdi csapatából Mekmedi Roland nyújtotta ma a legjobb teljesítményt. Gratulálunk, Roli! Gratulálunk! Mány csapatából Butti Benedek nyújtottam a legjobb teljesítményt. Gratulálunk Benedek kapcsolatban. Etyek csapatából Varga Dániel nyújtottam a legjobb teljesítményt. Gratulálunk Dani. Bicske csapatából Isufi Edvin nyújtottam a legjobb teljesítményt. Gratulálunk Edvin. Felcsút A csapatából Antal Márton nyújtotta ma Marci a legjobb teljesítményt. Gratulálunk, Marci! Felcsút B csapatából Kovács Sipeki Kolos nyújtotta ma a legjobb teljesítményt. Gratulálunk! Az alapítványi csapatunkból Ángyás Ferenc nyújtotta ma a legjobb teljesítményt. Nagyon nem az a fokájára jutott, gratulálunk! U11-es korosztályba Vértesecse csapatából ma Fazekas Martin nyújtotta a legjobb teljesítményt. Gratulálunk, Martin! Egyek csapatából Fischer Márk, kis figyelmet még. Gratulálunk! Mány csapatából Sátori Kornél nyújtotta a legjobb teljesítményt. Gratulálunk, Kornél! Felcsút csapatából Vereb Gergő nyújtotta ma a legjobb teljesítményt. Bravo, Gergő! Bicske csapatából Demeter Henrik nyújtotta ma. Gratulálunk, Henrik! Gondolom, már kilesítették el a legjobb. Gratulálunk! Csabdi csapatából Sauer Martin nyújtotta ma a legjobb teljesítményt. Egyben hol vagy? Gratulálunk! Ezzel befejeződött az ötemélosztás. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Ezzel még a szabadtéri programoknak vége van, de december 7-én szombaton teremben fogunk rendezni még egy tornát,
ahol mindenkit szeretettel várunk. Ki fogjuk értesíteni a felkészítő edzőket, hogy hány órától mely korosztályos csapatok jöjjenek, de ami biztos, hogy december 7-én lesz, szombaton. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, addig is jó felkészülés, utána pedig jó pihenést kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mindenki. Patrik! Halott Szabi!